Élmény és vélemény. Titoktartás a titoktartás, tehát ezt már az óvodában elkezdtük, hogy de Betszó, hogy nem mondod el senkinek, de Betszó, és akkor azt mondtuk, hogy nem Betszó, oké. Azóta ezt nem gyakoroltam, nem volt rá alkalom, hogy ilyen horderejű titkot cipeljen magával az ember. Nagyon izgalmas volt. Tehát az egész előkészületekkel együtt az, hogy titokban mentünk készülni, hogy titkos helyeken találkoztunk, ahonnan vittek minket ruhapróbára, meg énekpróbára, meg egyáltalán ugye a stábbal találkozni és megbeszélni ezeket a titkos részleteket. Ez is a játék része, és ez egy külön, nagyon kis pezsgő feelinget adott az egész történethez. El tudtam jól titkolni, nyilván ki tudtam magyarázni, úgyhogy most viszont rengetegen már írtak és rengetegen gratulálnak, és nagyon sokan meglepődtek, hogy én voltam. Sokan nem voltak tisztában azzal, hogy nekem van egy ilyen tehetségem is, hogy sok-sok énekest úgymond hasonlóan le tudok úgymond utánozni. Hát remélem, hogy sokan hallották, és még amúgy nagyon sok dolog lett, sok dal lett volna még a tarsonyomban, de reméljük, hogy még lesz lehetősége megmutatni, esetleg más műsorokban is. Úgy terveztük, hogy megyünk moziba a hugommal, és ugye kérdezték, hogy mondtam, hogy nagyon-nagyon fáj a hátam, nem tudok menni, majd akkor átjönnek. De mondom, ne jöjjön, mondtam, hogy a kapukulcs az ott van anyáiknál, úgyhogy ne jöjjön, nem akarok látni senkit. Úgyhogy biztos, hogy meglepődtek, hogyha nézték a műsort. Ami még megpesgette az egész történetet, pluszban nálam az, hogy soha nem vettem részt élő műsorban, tehát amit mi ugye az elmúlt 20 évben munkaköröm volt, azt felvettük, lehetett rajta korrigálni, vissza lehetett menni, vissza lehetett nézni, ha nem voltunk megelégedve, akkor újra vettük. Itt viszont valóban az élő műsornak megvan ez a sajátos varázsa, hogy itt van a húsfér közönség a képernyő másik oldalán, ugye a kamera másik oldalán, és valahogy majd szavaznak, valahogy majd tetszésüket fejezik, és nagyon nem lehet tévedni, de nem is nagyon volt rá esély alkalom, mert a stáb is fantasztikusan felkészített, és én is úgy érzem, hogy ez a feladat is egy pipa. Ma abszolút tele voltam energiával, ambícióval, ugye adrenalin szín nagyon nagy volt. A végén ugye az első olyan produkció, ami ugye a Bruno Mars dala volt, ebben a sisakban adtam elő. Megmondom őszintén, nagyon-nagyon nehéz volt, már csak azért is, mert ugye ebben abszolút nem kaptam levegőt. Tehát amikor az ember elmegy sportolni, hiába van egy 120-130-as pulzusod, attól függetlenül kapsz normálisan levegőt, na most itt nem kaptam. És már majdnem úgy voltam, hogy elfogyok és megpróbálom, hogy leveszem, de hát ugye néven nem szabadott. Én hát nagyon küzdködtem, hogy levegőt kapjuk, de hál' Istennek sikerült, aztán utána jobban tudtam levegőt venni. Remek volt, remek volt. Tehát az, amíg a zsűri tippelgetett és vitatkozott, tehát ott röhögtem végig. Ugye nem lehetett semmilyen hangot kiengedni, mert akkor beazonosítható, bár ez a jó kis szigetelt ruha, ez eléggé lefolytotta volna a levegőt. Tehát egy remek buli volt az egész. Nagyon élveztem, remek volt. És ez volt a jó, hogy elterelte a figyelmemet egy picit, és ki tudtam kapcsolódni, meg örömet szerezni, meg a díjamat felajánlom két gyermekkórháznak, úgyhogy igazából csak ezért vállaltam el, meg azért, mert az Andynek az ötlete volt még ez a műsor, még annó, még ő mutatta nekem a YouTube-on. Élmény és vélemény, illetve tudomány is fantasztikum egy helyen. Kattints a video.mtv.hu oldalra, és válogass az mtv.hu, a Parallaxis és az Őrszekerek közösségi flotta saját gyártású videóiból. Közösségi élmények, érdekességek, interjúk, helyszíni riportok, tudományos ismeretterjesztés, valamint tudósítás a legkülönfélébb rendezvényekről és exkluzív sajtóeseményekről. video.mtv.hu. Élmény és vélemény.